Egy olyan témával folytatjuk, ami mindig nagyon fontos. Ugye Magyarországon van törvényes öröklési rend, és van végrendelkezés is, de hogy egészen pontosan milyen szabályozásokról beszélünk, már is kiderül. Ezzel a témával megyünk tehát tovább. Köszönjük a stúdióban Juhász Évet közjegyzőt. Jó reggelt, reggelt kívánunk, köszönjük szépen, reggelt. hogy itt van velünk. Ugye végrendelkezés, ez egyfajta fogalom, és itt említettük a bejátszó alatt, hogy mi az a másik fogalom, amit ön említett, a vég, végintézkedés, intézkedés, és a kettő nem ugyanaz, ez fontos, hogy különbséget tudjunk tenni. Így van pontosan, tehát Magyarországon kétféleképpen lehet örökölni, végintézkedés alapján a végrendelkező végakarata szerint, ha ilyen nincs, akkor a törvényes öröklés rendje szerint. Tehát a végintézkedésen alapuló öröklés az megelőzi a törvényes öröklés rendjét. A végintézkedés az egy gyűjtő fogalom egy olyan jogügy, amelyben valaki szabadon rendelkezhet a vagyonáról vagy annak egy részéről a halála esetére, tehát szabadon döntheti el azt, hogy a halála után ki és mit és hogyan örököljön a hagyatékából. És akkor a végintézkedésen belül van a három kategória: végrendelet, öröklési szerződés és halálesetére szóló ajándékozás. Tehát a végintézkedés egy fajtája a végrendelet. Mennyire gyakori Magyarországon a végintézkedés az a szemben, ugye, hogy a törvényes öröklési rend érvény erő, érvényesül, és mennyire gyakori egy új divatba jött verziója ennek a közös végrendelkezés, mondjuk a házaspárok esetén? A, az, az, a tendencia, hogy egyre nagyobb a végrendeleteknek a száma, egészen pontosan, tehát egyre többen végrendelkeznek közédző közreműködésével és akár, ezt statisztikai adatok is igazolják, hiszen a tavalyi év első feléhez képest az idei év első hat hónapjában 8%-kal nőtt a közédző közreműködésével, tehát végrendeleteknek a száma. Tehát egyre inkább azt látjuk a gyakorlatunk során, hogy nő a végrendelkező nek a száma, de még mindig a törvényes öröklési rend az, ami ö, nagyobb százalékban irányadó. Ö, ugyanis a, az embereknek a nagy része ö, nem biztos, hogy tisztában van azzal, hogy a ö, az a szabadon rendelkezhet arról, hogy a halála után ki és hogyan örököljön a vagyonából. Pedig sok esetben célszerű és kifejezetten ajánlott. Gondoljunk csak arra, hogyha valaki például egyedülállóként éri az életét, nincsenek családtagjai, nincsenek rokonai, és gyakorlatilag vannak barátai, akiket szeret, és azokat szeretné hagyni a vagyonát, akkor célszerű végrendelkeznie, és egyre inkább gyakori az, hogy a házaspárok szeretnek eltérni a törvényes öröklés rendjétől, szeretnek, szeretnének többet juttatni akár a másik házaspárnak a javára, illetve a másik ok, ami, a, ami miatt a házastársak egyre inkább végrendelkeznek, az a mozaik család. Valakinek megszűnik a házassága, születik belőle gyermek, tesz egy új házasságot, az újházasságból is születik gyermek, ilyenkor érdemes átgondolni azt, hogy ki és mit, hogyan örököljön akár szabadon. A, azt látjuk, hogy a közös végrendeletek közös végrendeleteknek a száma is egyre gyakoribb, de még mindig inkább úgy tesznek a házastársak végrendeletek, hogy egymással egyeztetve és külön-külön okiratba foglaltan. Azért a közös végrendeletnek szigorú szabályai vannak, ami, ami miatt ez nem annyira vonzó a két házastárs javára, mert például, hogyha az egyik meghal, és kifejezetten kikötik a végrendeletben, hogy nem lehet egy visszavonni, vagy az életközösség megszakad, akkor az komoly problémát okozhat a házas társak között, és ugye, hogyha a házaspárok közül valamelyik meghal, utána még alakulhat úgy az élete, hogy akár átgondolja újra, újra a korábban megtett végrendeletnek a tartalmát. Mennyire jellemző az egyébként, hogy egy elhúnyt esetén a családtagok mondjuk megtámadnak egy végrendeletet, ha az nem olyan, ami nekik tetszik? A, hogyha valakinek van egynél több végrendelete, akkor mindenképpen az a tapasztalatunk, hogy vitára és pereskedésre ad okot, tehát az örökösök meg fogják támadni biztosan az, a, akkor leginkább gyakori, hogyha házilag készített végrendeletről van szó, tehát ha nincsen megfelelően elkészítve az a végrendelet. Ugye otthon is házilag készíthet valaki saját kezűleg aláírtan egy végrendeletet, az is lehet teljesen érvényes, vagy hogyha legépelik és két tanúval ellátják, de azt látjuk, hogy Ezeknek a végrendeleteknek, ezek a végrendeletek valamilyen formai vagy tartalmi hibában szenvednek, és ilyenkor ezeket nagyon könnyű megtámadni, és emiatt a hagyatéki eljárás elhúzódására irányul az, hogyha valakinek több végrendelete van akár, vagy formailag, vagy tartalmilag hibás, és emiatt célszerű leginkább, amikor valaki végrendelkezni akar, vagy valamilyen végintézkedést tenni, akkor emiatt célszerű inkább szakértő segítségét kérni, vagy kifejezetten ezzel foglalkozó ügyvédhez fordulni, vagy pedig közjegyzőhöz. Ugyanis ha. Közédzőhöz fordul az illető, ugye a közédzők a szakértői a hagyatéki eljárásnak, látják azt, hogy milyen hibában szoktak szenvedni általában a végrendeletek. Nagyon gyakori, hogy rengeteg formai hibát tartalmaz, és akár tartalmi hibát is, például hiányzik a végrendeletről a tanú, vagy az aláírás, vagy oldalszám, tartalmilag is tartalmazhat hibát a végrendelet, például még meg sem fogant az az unoka, akire a nagymama végrendelkezett. Nagyon kevés az időnk, viszont egy kérdés muszáj, hogy egy rövid választ szeretnék kérni. Van megtámadhatatlan végrendelet? Létezik? Bármilyen végrendeletet meg lehet támadni, de az biztos, hogy amit közédző készít, közokiratba, okiratba foglaltan, az annyira szabályos és formailag, törvényileg megfelelő módon van elkészítve, hogy kevesebb az esély arra, hogy megtámadás esetén akár az érvénytelennek minősüljön. Hiszen a közédzőnek felelőssége az, hogy egy olyan végrendeletet készítsen el a végrendelkező számára, ami a törvénynek teljes, törvényi rendelkezéseknek teljes mértékben megfelel. Úgyhogy bármilyen végrendelet megtámadható természetesen, de ha a szakember készíti el, akkor megtámadás esetén az kevésbé lesz tehát az, az akkor érvényes lesz a bírósági eljárásnak, az lesz az eredmény, hogy érvényes lesz. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Nagyon szívesen.